Biztosan hallottál már Boldog Istvánról és a nevéről elhíresült módszerről, ha máshol nem, akkor itt a csatornámon. Ha ez nem történt meg, akkor most iratkozz föl rá, és keresd vissza ezt a videót. A módszerének az volt a lényege, hogy irányított közbeszerzésekkel csatornázták be baráti cégeknek a fejlesztési pénzeket. Boldog üzelmeit egy nagy szilárdnak nevezett ex polgármester buktatta le, neki köszönhetően ismertük meg, hogy hogy működött a rendszer. Készítettem vele egy hosszú, nagyon részletes interjút, ha eddig nem néztem meg, tényleg keres rá itt a videók között, szerintem hiánypótló. Itt jegyezném meg, hogy érdemes feliratkozni a csatornára, mert csak ezért maradhattál le róla, illetve ha most a premier alatt nyomkodod itt a szupercsetet, akkor azzal támogatod is ezt a működést, ezt a csatornát. Na de vissza Nagy Szilárdhoz. Ő azt állította, hogy Boldog István megfenyegette a pályázati pénzek tervezésének idején, hogyha nem az ő pályázatíróját, projektmenedzserét, bandáját bízza meg e, különböző tevékenységekkel, akkor nem jut a településhez semmilyen pályázati forráshoz. És így is lett. Boldog István módszerét viszont sokan másolják, pontosabban nem tudjuk, hogy kikiről máshol, de az biztos, hogy országosan nagyon hasonlóan mennek a dolgok. Ez bizonyítja Voldemort nagyúr, Mennyi Roland esete, és hát nagyon sok azonosságot mutat Simonka György esete is, aki még mindig a parlamentben szavaz, pedig milliárdos csalással vádolják. De vissza Simon Miklóshoz, pontosabban Boldoghoz, vagy mind a kettőhöz. Boldog rendszerében kulcs szerepe van a felelős akreditált közbeszerzési szaktanácsadónak, nevezett K. Ferencnek. És mit ad Isten, K. Ferenc nem csak boldog körzetében tűnt fel, hanem szabolcs szatmár bereg megye hatos számú választókerületében szintén ő adott a közbeszerzéseket. Ott, ahol éppen Simon Miklós az országgyűlési képviselő. A mai videóból az derül ki, hogy Simon Miklós vajon mennyire boldog. Szabolcs Szat már az ország egyik legnagyobb megyéje. A rendszerváltás után kezdődben 10, majd már a 6 választókörzet tartozik ide. Maga a hatos az kis településekből felépülő választókörzet, a két legnagyobb település Nyírbától és Újfehértó 11-12 ezer fő lakossággal, de összesen 33 település tartozik ide. Itt lesz majd 10 érdekes település, ezekről majd később beszélek egy későbbi videóban. Nyírbától kivételével ezek adják Simon hátországát. A választásokon rendre az országos átlag alatti a részvétel. A 90-es években nagyon erősek voltak a megyében az agrárpártok, ám azok részben Orbán szalánozási képességének köszönhetően kolbászba töltöttek, és az ő szavazóikat nagyrészt a Fidesz szívta fel. A helyiek elmondása szerint a körzetben új feudalizmus uralkodik. A polgármesterek lefelé teljhatalommal rendelkeznek, élethalálurai, felfelé viszont kivonak szolgáltatva ennek a Boldog Istvánról elhíresült módszernek, miszerint a pályázati források csak azzal a feltétellel érkeznek az adott településre, ha a kivitelező cég, a NER tulajdona, a NER által irányított, ha ők szervezik meg. Jellemzően központilag. Ennek a politikai komisszáriai az országgyűlési képviselők a Fideszben. Éppen úgy, mint a kommunistáknál voltak. A Simon Miklós körül működő polgármesterhálózat számtalan esetben került szembe a törvényel. Ezekről most részletesen beszélek. Magát Simon csak a mentelmi jog fenntartása mentette meg a törvénytől, amit a fideszes többség egy évtizedet tart fenn. Ez egyébként ügyben példátlan a rendszerváltás óta. A bíntársainak bíróság elé kellett állnia, ők jellemzően szabadságvesztést kaptak büntetésül, bár nagy részük felfüggesztve. De nézzük meg, ki is Simon Miklós. 1962-ben született, fizikus diplomát szerzett, majd tanár volt. 98-tól a Nyírbogáti önkormányzat tagja, de 2001-től már a település polgármestere. 98-as ciklusban az FKGP Tordján országgyűlési képviselője, de 2002-ben átállt a Fideszhez. Simon a feleségével, Rizsák Ildikóval a 80-as években költözik Nyírbogátra. Simonné akkor a tanácselnök segítségével kap házi orvosi állást. Simon pedagógus lesz a rossz nyelvek szerint képesítés nélkül. Politikus familia. Míg Simon maga a 98-as ciklusban már a Honvédelmi Bizottság elnöke az országgyűlésben, addig Simonné 98-ban a szabolcs szatmár megyei közgyűlés kisgazda elnök jelöltje volt. 2018-ban már hithű Fideszes, mármint Simon, 56%-ot kap egyéniben. De ne szaladjunk ennyire előre. Simon körül már 20 éve korábban botrányos dolgok történtek. 2002-ben választási csalásgyanúja miatt jelentette fel Veres János, az MSP s ellenjelölt, amiben Simon felesége is érintett volt. Rizsák Ildikó, tehát Simon felesége a kampány idején választási szórólapokkal felturbozott élelmiszercsomagokat osztogatott. <laughs> ismerős Ismerős én manapság, nem? Mit csinált a férje addig? Ő valótlan tartalmú szórólapokat is osztogatott az ellenjelöltről, és hát mondjuk úgy finoman, hogy rágalmazott ezekben. Ez ismerős módszer, már a teljesen általános lett a Fideszben, de akkor még mindkettő törvényellenes volt. Az ENSZ Roma megfigyelője egy nyírlógasi család kapcsán tett bejelentést, hogy egy férfi pénzt ajánlott egy Fideszre leadott szavazatért. Barta István vállalkozót tetten is érték, és később be is ismerte ezt a cselekedetet, hogy Simon Miklós feleségével szavazatot vásárolt. Barta azt vallotta, hogy a segítségért cserébe Simon ígért neki egy 17 milliós önkormányzati megbízást, de az ügy kipattanása után nem tartotta a szavát. Ennyi, no, hát még a barátokat is megvezetjük. A valomásban az is szerepelt, hogy Simonék rábeszélték, hogy egyedül vigye le a balhét. Azt is elmondta, hogy vele küldtek ki több százezer forintot a Simon néra valló a kampányban élelmiszercsomagokkal megvásárolt szavazóknak, hogy azok vonják vissza a vallomásokat. Ez meg is történt, a tanuk sorban visszavonták a korábbi vallomásukat, meg is szüntették az eljárás Simonnéval szemben. A vádiratban a történet már úgy szerepel, hogy Barta ismeretlen társaival járta végig a cigánysort, és az önkormányzat autójával csomagokat osztogatott Simon szórólapjával. Vajon kinek az érdekében? Tenném felé a kérdést. Bartát később jogerősen el is marasztalták az ügyben, de hogy ne csak rosszat mondjak Simonról, Barta állítása szerint a 30 ezer forintos bírságot végül Simon fizette ki. Egy igazi gavallér. 2002-ben Nyír Mihálydi és Nyírbogát önkormányzata úgy pályázott a Földművelősügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumnál, hogy egyik sem rendelkezett az előírt önerővel. Nyírbogát ezt az önerőt közmunkásokkal biztosította. Ki volt ott a polgármesterekkor? Simon Miklós. A gyanú szerint a beruházás műszaki átvételét végző ellenőr hamis műszaki és felmérési naplókat, a vállalkozó pedig hamis számlákat állított ki. A belvízelvezetési támogatásokhoz a mezőgazdasági célú vízgazdálkodási létesítményeket kellett volna korszerűsíteni, azonban ez nem történt meg. 2008-ban a Központi Nyomozó Főügyészség jogosulatlan gazdasági előny megszerzése vágyával, azaz költségvetési csalással indított nyomozás Simó Miklós és társai ellen. Emiatt Nyír Mihálydi polgármesterét Nyisztor Ferencet 10 hónap börtönre ítélték, bár két évre felfüggesztve. Simó Miklóst azonban megvédte és azóta is védi a mentelmi joga, a képviselőnek nem kell bíróság elé állnia. A mentelmi jog megvédésének sajátossága, hogy közvádas ügyben a parlament rendszerint kiadja a vádlottat, Lásd mondjuk mennyi annál. Tehát mondhatjuk, hogy Simon megvédésével a parlament egy 20 éves hagyományt tört meg. Az ügy fontosságát mutatja, hogy a szavazáson részt vett a teljes Fidesz vezérkar. Orbán, Áder, Kövér, mind Simon kimentésére szavazott. Azt tudod kell, hogy az elévülés a mentelmi jog fennállásaig nyugszik. Tehát Simon később a bűncselekményért elítélhető, és akkor itt jegyzem meg, hogy addig viszont kőkeményen zsarolható ezzel. Ha valamit nem tesz meg felső utasításra, ugorhat a mentelmi jog, jöhet a büntetőeljárás. Inas, tedd meg! Ahogy mondtam korábban, mind az öt társát jogerősen elítélték, tehát ha a Fidesz frakció 2008-ban nem akadályozza meg a kiadását, valószínűleg a többiekkel együtt börtönbüntetésre ítélik őt is már akkor. 2014-ben a polgármesteri és országgyűlési képviselői poszt összeférhetetlenné vált, ezért Simon nem indul polgármesterként hanem maradt országgyűlési képviselő. Na de ki lett az utódja? Hogy szokás ez a rendes uralkodói családoknál? Oké, okay, itt csak egy kis királyról beszélünk, tudod a nagy király inasáról, de a módszer nagyon hasonló. Tippelj, ki lett az utódja? Bizony, a felesége. Simonné Rizsák ildikó ül ma a polgármesteri székben. Szerinted mi a normális lépés ilyenkor egy jó feleség által vezetett önkormányzatnál? Ne röhögd el magad, nem vicces. A képviselő testület 2014. októberében indítványozta, hogy Simon Miklós 5 havi végkielégítést kapjon, némi ki nem vett szabadság megváltással megfűszerezve. Összesen több mint 5 millió forint értékben. Szerinted megszavazták a képviselők? Megbizony. Sőt, ki is fizették Simonnak három napon belül ezt az összeget. Azonban akkora volt a felháborodás ott helyben, hogy Simon az összeg egy részét visszafizette. Igen, egy részét, nem az egészet. Gyakorlatilag folyamatosak a botrányos ügyek. A 2018-as kampány sem volt problémamentes. Közmunkásokkal hordatták ki a csomagokat és szórólapokat nyírbogáton. Tudod, itt ez a régi gyakorlat. De hogy minden hagyomány őrizve legyen, a kampányban Simon Miklós megint valótlan tartalomú szórólapokat osztogatott. Ezért is feljelentették, de ő még a bíróságon is hamisan tanúskodott, ahogy ez a Honvédelmi és Rendészeti Bizottságbeli főnökétől, Kósa Lajostól is elvárható, hiszen közösen ülnek egy bizottságban és ők felügyelik a rendőrség munkáját. Ha de nézzük a Boldog Simó módszert, vagy mit tudom én, hány nevet tudnék még ide mondani, csak nem sorolhatom fel az összeset, akik ezt alkalmazzák, mennyitől Simonkán át az összeség. Ahogy mondtam, a módszer lényege, hogy a polgármesterek csak akkor jutnak topos forrásokhoz, ha a központilag kiválasztott cégeknek adnak munkát. Ezért kulcs szerepe van a rendszerben a felelős akreditált közbeszerzési szaktanácsadónak, hiszen ő mondja meg, milyen cégekkel kell szerződni, kiket kell meghívni az egyes tenderekhez. Ez az ember Boldog és Simon esetében ugyanaz a K. Ferenc. Őt a Boldog ügyben letartóztatták. A nyírbátori körzetben 2018-ban és 2019-ben 23 érintett önkormányzat nyert el 35 projektet. És tradadadam! Minden esetben K. Ferenc a közbeszerzések lebonyolítója. És most ne haragudj, de kérnem kell valamit tőled, hogy vedd elő a legélénkebb fantáziadat, vagy a fantáziádat állítsd a legélénkebb fokozatra. Ugyanis azt kell elképzelned, hogy a 23 település összes polgármestere egymástól függetlenül, minden központi szervezés nélkül éppen azt az egy embert, vagyis a cégét, a Debköz Kft-t akarja megbízni, amelyiket Boldog István. Mert hogy ennek az ügyvezetője Kál Ferenc. Jól megy a cég, 2015-ben alapítják, és amikor elnyerték a közbeszerzési feladatokat előbb Boldog István, majd Simon Miklós körzetében, a cég bevételei látványosan megugrottak. 2016-ban 61 millió, 2017-ben 186 millió, míg 2018-ban már 279 millió forint. Tehát két év alatt megötszörözte az árbevételét. Vedd figyelembe, hogy mekkora közbeszerzésekről lehet szó, ha csak a tanácsadásért ekkora összeget tudta kiszámlázni. De tudom, ez csak az árbevétel, az mindig félrevisz, rengeteg költség lehet, sok papírt kell legyártani, sok papírt kell vásárolni hozzá. De úgy tűnik, hogy a Depköz Kft-nek ez olcsón sikerült, valószínűleg nem felárosított közbeszerzéseken szerzik a papírt, mert az Opten adatai szerint 2018-ban a bevétel majdnem fele nyereség. Ebből következik, hogy 2019-ben ki is vettek 153 millió forintot nyereségként a cégből. Csak hogy legyen mihez hasonlítanod, ez egy átlagos egészségügyi szakdolgozó 53 évnyi keresete. Így mondhatom, hogy egy élet munkáját kereste meg az a cég egy év alatt azzal, hogy segített kilopni a te pénzedet. Hogy hogyan? Elmondom. Az alapvető tanácsuk a pályázatokkal kapcsolatban az, hogy a beruházások értéke soha ne haladja meg a 300 millió forintot. Így nem kell nyílt közbeszerzési eljárást kiírni, hanem meghívásos alapon választhatják ki a cégeket. Igen, jobbára ugyanabból a körből kerülnek ki ezek a cégek. Különböző pályázatokon hol elbuknak, hol nyertesként tűnnek fel, szépen sorban váltogatják egymást, mindenkinek jut is, marad is. És elmondható a népnek, hogy itt bizony pályáztattak, pályáztak, és látják, nem is mindig nyernek, tehát itt egy valós verseny zajlik. Kislétán például három beruházást nyert el az egyébként 13 esetben ajánlattevőként is szereplő nagykálói Diamond út Kft. Ez a tég egy óriás munkáltató, egy, az egy darab alkalmazottja van. Ehhez képest öt szociális bérlakást, szolgáltatóházat és piaccsarnokot épített, erre nyert megbízást közel 200 millió forintért. Tehát a lényeg a módszernek a következő. Felülről megmondják, hogy kivel kell szerződni tanácsadásra, megmondják kivel szerződni tervezésre, kommunikációra, kivitelezésre és a többire, illetve legyen mindig 300 millió forint alatt a megrendelés, így nem kell nyílt közbeszerzést kiírni. Ők hozzák a cégeket is, akiket így meghívásos pályázatra be lehet hívni. Ezek között lesznek olyanok, amelyek csak asszisztálnak, körbe, mindenkinek, és lesznek olyanok, amelyek nyernek. Egy biztos, a folyamat minden eleme kézben van tartva és felülről van irányítva. És ha nem fekszik be egy polgármester, akkor sincs nagy baj, egyszerűen egy fillért nem kap a települése. De hogy mi történik, amikor befekszik, erről beszélt Nagy Szilárd és Kósa Lajos is, nem az a Kósa, egy másik Kósa Lajos, ő is polgármester volt, egy korábbi videómban, de ezt fogom elmondani a következő adásokban is. És egy kis spoiler, Ebben a körzetben található az 1200 fős biriben gyermektáborosztatásra felvett támogatásokból felhúzott B-kategóriás celepkastély, amiről már sokat láthattál, sokat olvashattál. Tehát tarts velem a következőkben is, ott lemegyünk a konkrétumok szintjére. Kérlek, hogy iratkozz fel a csatornára, ha eddig nem tetted, ez nagyon sokat ad nekem lelkileg. A leírásban megtalálod, hogyan támogathatod a csatorna működését, ez nem csak nekem jelent sokat, hanem bizony egyre jobb és egyre több videót tudunk készíteni a segítségeddel. Előre is köszönöm, jövök vissza majd.